Hogy csörtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, hát My Summer Car, annyian írtátok, hogy úgy gondoltam, hogy akkor legyen. Mondtátok, hogy próbáljad ki Keeper ezt a játékot, mert neked nagyon-nagyon be fog jönni. Akik ezt írták, azok valószínűleg nem tudják, hogy én ezt már próbáltam azt a játékot. Igaz, nem voltam valami nagyon hosszú életű benne szó szerint, mert körülbelül egy darab gameplayt játszottam, és meg is haltam abba a gameplaybe. És itt félbe is szakadt a karrierem, ugye én nem építettem autót benne, és nem is vállaltam nagyobb munkát, gyakorlatilag nem csináltam benne semmit, úgyhogy ismerkedés szinten fogunk a játékkal játszani, de egy-két dolgot azért tudok róla, majd mindjárt fel fogom vezetni, és szerintem vágjunk bele a lecsóba, milyen verdával csapjuk, gyerekek, ne fehérrel menjünk, mint a Ventó, tudjátok-e? És akkor New Game. Aha. Tank. Keeper. Tank Keeper legyen is, köpegyünk. Na, srácok, 18 éven aluliak most így forduljanak el, mert most az történik, hogy éppen megszületünk, igen, egy kocsinak a hátsó ülésén éppen kidugjuk a kicsi buksinkat a izé-bizéből, tudjátok, és az ott nem más, ott baloldalt fönt, mint idesanyánk lábának a szára, de mindjárt meg fogjátok látni pontosan, hogy mi is történik. Meg megy ilyen zene, nem tudom, hogy ez mi, ez a finn himnusz akar lenni, gondolom, vagy valami hasonló. És igen, ott vagyunk, csúfok vagyunk, mint az őrület, nem tudom, szemünk le van ragadva. És a faternak az öreg, nem tudom micsoda, mosztvicsával hasítanak a... hasítunk itt keresztbe hosszával. Gondolom, megyünk a kórházba, de ugorjunk egy kis időt, és már is fiatalak vagyunk még mindig, de annyira már nem. Ugye betöltődünk gyerekek, és akkor így felvázolom, hogy miről van szó. Nem csöcsömő szimulátorról van szó, hanem gyakorlatilag egy ilyen életszimulátor Finnországban nagyon-nagyon-nagyon groteszk körülmények között. Ráadásul eszméletlenül durva autószerelős feature-ökkel. Na végre, sikerült kijönnöm ebben a mondatból, különben már felénél arra gondoltam, hogy ezből nem fog nagyon kijönni. Na, gyerekik, az a helyzet, hogy itt hol vagyunk, és a fater és a muter ide tűzte papírost, hogy ne legyél usta, javíts meg apának a régi autóját, javíts meg apának a régi autóját, nem tudom mi az, valamilyen kék furgonnal valamit, nem tudom mit csinálja, és a... mit csinálta? Egyá alkoholt, és hogyha megunjuk, akkor jövünk vissza, apa és anya. Ugye van itt egy óra, van itt, ez itt a konyha, this is konyha, és akkor miket lehet itt csinálni? Ugye minden jelen interakcióval lehet lépni, fennolt baloldalt lehet látni, hogy hétfő van, nem tudom mi az a mortál. Az urine az azt jelenti, hogy mennyire kell pisálnunk, a hunger az mennyire kell éhesek vagyunk, a trist az ugye, hogy nem tudom, jól mondom-e, az ugye szomjúság, az, hogy mennyire vagy far, az faradtság szerintem. De várjatok, bedobom egy sört a hűtőbe, nehogy kihűljön. Hájá meg, buré, úgy. Meg berakom a kalbaszt is a hűtőbe. Menjél oda be, úgy. Bevágom a hűtőajtót. Na, ugye elvileg innen is tudok inni, vagy valami csoda van. Mi az? Mosogatószer. Itt van egy óra. Ugye nincs olyan óra se a térkép a játékban, szóval a tájékozódás az eszméletlenül nehéz és rossz lesz. Hát térkép úgy van a játékban, hogy itt van. Elvileg én úgy tudom, hogy itt lakunk mi. Itt lakunk, remélem, hogy tudom. Ugye fogalmat sincs, hogy merre mész, hogyha például autóval mész, mert nem lesz nálunk térkép, ha jól tudom. Minden interakcióban lehet képni. Baromi jó, nekem leginkább Normality nevű régi játékra emlékeztet ez a tipikus lakás, meg mindenhelyileg lehet googolni, feküdni minden, TV-t bekapcsolhatod, ha akarod, vagy akármicsoda. Körülnézzünk a lakásba gyorsan, és akkor így egyből fel is vesszük itt a folyamatát. Itt mi ez? Gardrobe? A muter szobája itten van. Ja, telefon, ugye telefonon majd munkákat fogunk kapni, és akkor ugye oda el kell menni, és akkor valamit kell csinálni, lehet, hogy csomófajta munka van, van egy traktorunk egyébként, ezekre ugye emléksz, itt lehet izé menteni, ha? Itt is lehet, nem, miért ég a villanyba?
Egy csomó mindent lehet csinálni, munkát, például azt hiszem, hogy lehet, lehet fát hordani, lehet szippantós autóval, mert van egy traktorunk, egy pótkocsink, meg van pizénk. Új, és nagyon, aha, igen, itt az a lény, az, ha itt a mi szobánk, je. Van magnó, jó van. Mi ez? 92, jó van. Mi ez? Autós magnó, aha, igen. Itt lehet venni alkatrészeket, vagy érdár, kaszni alkatrészeket, meg a gamit, meg felni valahol, de nagyon király, oda nézzetek. Ez nagyon jó, biztos. Király. Jó, tízét is lehet győzik és cuccot, leopárd mintás, nagyon király. Sportkormány, ez micsoda? Ez mi akkor lenni? És akkor meg lehet rendelni, ugye gondolom el kell menni a postára, és van, figyelj, Alpine. A zene cucc 200 wattnyi izével, szubbal, nagyon király, beltér, ugye? Nagyon király, ez micsoda? Ez egy kipufogó akar lenni, gondolom, sportkipufogó, ez micsoda sport, nem tudom, rendszer, leömlő, és az meg, mik az, szívótorok? Valami olyasmi, aha. Ez vagy radiátor, vagy pedig intercooler. Nem tudom, melyik akar lenni, lehet, hogy intercooler inkább. Mi az? Itt már nagyon jó dolgok vannak, ilyen rekára ülés, gyerekek. Jó, ennyi volt, hol van, hogy kell kilépni? Ezt kell. Itt lehet aludnom, csak most nem lehet? Ha van kosárlabda, gyerekek, várjál. Úgy mindennel a interakcióba léphetsz. A fizika az jó a játékban, nem jó, hanem nagyon jó a játékban. Itt már végignéztünk mindent, ugye? Itt mi van? Ki tudok menni? Aha, ki tudok menni? Aha, mosógép. Fürdőszoba? Jó. Sauna? Jó. Oké. Hát sok kiárat le tudok ülni, sört inni esetleg. Ugye fú, elég gyorsan romlik itt az arány, és inni kell meg minden. Merre kell mennünk? Ja, erre kell kimenni mi? Na, és akkor yes. Meg vagyunk. Itt hol vagyunk. Ugye itt ez Verda. Ez van ez a faternek az öreg. Jó, itt születtünk, tudod, hátul ott idésanyánkból így kidugtuk a buksit. És ez kéne ugye rep... Na azt írta ugye a fater meg a mutat, hogy javítsd meg. Hát ezt nem megjavítani kell, ezt újra kell, létre kell hozni. Ez egy tipikus, amikor egy házat inkább el kell bontani, mint hogy izé legyen. Az irányítás egy picit nehézkes a játéknak. Meg hát igazából ez az irányítás, meg ez elég bonyolult. De ez a szépsége neki. Ott a hűtőrács, gyerekek. A leghárító, ez fogalmam sincs micsoda. Lengőkarok. Gyerekek, van itt minden a bucsúba. Hát ugye össze kell raknod az összes minden pici emelő. Minden pici, ott a benzintan kipufogó, Jézus Mária. Össze kell raknod minden, fösteni lehet. Szerintem, hogy ez van. Hogy kell kinyitni? Elvileg, ezt ki lehet valahogy nyitni. Igen. Jújjúj. Ez mi, ez gyertyakulcs? Na gyerekek, ja. Ezt ugye, ezt kell használni. Nem úgy van, hogy beszórunk mindent, hanem úgy össze kell rakni kulcsok minden. Működnie kell. Várja, mit kell? Tovább egyébként, hogy van, de most nem is állok neki ennek. Na itt vannak a motoralkatrészek, csak hogy így tisztában legyetek vele. Ott van ugye a izé, mi az, mik vannak itt. Főtengely, az Isten tudja, mi csodálkedek, gyerekek. Dugattyúk, gyertyák, kábelek, kipufogó leömlő, önindító. Ez mi az? AC pumpa, vagy mi akar lenni? Kormány, úristen. A magnó, itt van a magnó lényeg. Disztárcsák is vannak, minden van itt, gyerekek, meg még. Még ott fönn is van. Jó van. Benyókan, várjál, az is van. Vannak kerekek is, jó. Kaszni alkatrészek, az nem tudom micsoda, kipufogó gondolom. De le van dobva. Na, ugye ezt így össze kéne raknunk. Meg még ráadásul kéne dolgozni, kéne ugye. Kaja, pia. Oppa, mi ez? Ha motor! Nem volt motor a játékban eddig-e? Főszám. Hoppa! Mivel indul ez? Engine off. Ja, csak kikapcsoló van, várja, ez berugókaros. Várjál! Ott a berugókar, more.
Kickstarter, várja. Gyanítom, hogy az izé, nem lett Tony. Gyanítom, hogy nincs benne benye. Hoppa, hogy visszaborult. Nagyon jó. Jó, és itt van ez a furgonunk, ugye? Ezzel lehet még izélni, ekecselni, mászkálni, ezzel ezt használhatom. Szép mind egy új traktor. Meg elvileg, ugye van egy, van még egy ilyen hátsó helyiség. Jó, oké. Okay. Van egy hátsó helyiség. Ott ott van egy cippantós kocsi, meg van egy izé, van egy ilyen traktor. Hát az irányítás a gyerekek, a járműveknek az eszméletlen bonyolult, mindent pontosan úgy kell csinálnod, mint a valóságban, nem lehet tökörészni. Na, hozzuk ki a magnót, várjátok, mit kéne először csinálnom, azon gondolkozok. Fú, meg kéne néznem a térképet, el kéne szerintem mennem boltba legelőször, ugye kajapia szükség, nincs kajánk, meg nincs piánk, annyi van, amennyit ott láttatok. Hol a konyhánk? Ja, itt a hűtő, beroptam. Van ennyi sörünk, meg van, annyi, van az a kajánk. Sőt, ezt el is kéne vinnem magammal. Az igen. És akkor elvileg, ha itt vagyunk, akkor el kell menni egy városba. Elmegyünk. Balra az elsőné. Balra megint az elsőné. Ott megint lesz egy, és megint balra, és akkor odaérünk ki. Hogy lehet, hogy ide. Loppe, ott van egy a. Loppe városába kell menni. Az a lényeg, hogy balra, és utána megint balra, ugye? Balra, és megint balra. Ez a húrok, ezt nem vágom. Várja. Ez így jön. Akkor már mindjárt jobbra. Jó, nem tudom, gyerekek, ez most ez magas, mint a izé. Ajjaj. Balra-balra. Próbáljuk meg úgy. Ez a piros út, ez meg azt hiszem, hogy ez ilyen sztrádaszerűség. Na arra nem menjünk föl rá, oké? Okay. Loppe városát talán ki van táblázva, meg kellene találni. Ezt meg... Ezt kéne hozni. Haver. Csak le kell gugolni hozzá, vagy le kell hajulni. Na fogd már meg a... Elviszem a sört, mert látom, nagyon szomgyazunk. Nehogy az legyen, hogy... Várja. Az a pártfaszát. Elhúzzuk az oldalát, vagy hova rakjam a sört? Berakoljam az anyós ülésre, mi? De most néha komolyan... Mi a szarért nem akarja ezeket a dolgokat így vezérelni. Hozz a sört! Sanyi. Jobban helyezd, de... Jó van, jó az úgy, nem gyerekek? Oké. Okay. És akkor el kéne mennünk a boatba, az lesz így az első projekt. Megpróbáljuk elindítani Verdát először. Ajtót tegyük be, nem várjál, megpróbáljuk indítani. Oké. Okay. Elvileg. Van magnó, várjál, raktam be zenét elvileg. Tudjam. Kölj tekergetni ám. Ér baszom vele. Zoli, én tudom. Indítsuk a Verdát. Aha. Benyan, nincs sok. El kéne vinnünk a vizét, gyerekek. Hú, nagyon cool, nem? El kéne vinni a benzines kannát, azon, arra jutottam. Ez ebben van vagy nincs? Nem tudom, honnan lehet tudni? Most ki kell bontani? Szórakozzá, várjátok, ezt meg kell néznem, hogy ez... Honnan tud... Honnan a picsából tudjam ezt meg, gyerek? Öntsek belőle egy kicsit, vagy mi? Fótűrás gyerekek, jó. Te faszom gyerek, Zoli, én tudom.
a 80-as, a brother van buk-buk a fejbe. Csak az hát elég pina, meg kalács a tejbe. Ha fegetében vagyok, megkérdezt, hogy miért. Na, indítsuk a Werdert. Mi az itt egy bogár, nem hiszem el. Hát vászol, hogy szor sem ér az élet, de senki sem figyelt oda, mit beszéle. Szorok rá, a verébben az erőszakon egyben négy. Elindult. Elakítottam ezt gyerekek, ezt a muzsikát, mert... Most nagyon figyelek. Jó, tette, jó. Kézifék, be van húzva elvileg. Kézifék? Melyik a kézifék? Aha, hát tudjam, a keeper. Csak az a... Hogy? Elvileg jók vagyunk, most megfogtam a kéziféket, kiengedtem a kéziféket. És akkor, álljátok, egy berakjuk. Jó, ez gyerekek, elindultunk. Adok magam. Magamnak egy kis hangerőt is, akkor már el. Befőrülve. Jó, itt a sörünk is. Tudunk írni útközben, de jó. Na! Nagyon fontos. Hű, hol a sör? Baszi, becsúszott ide. Na, nagyon fontos, hogy nem szabad meghalni. Srácok, mert ha meghalsz, vége a bulinak. Ez a sör, ez jó helyen van itt. Pont bal oldalt a könnyükem van. Meghalsz, vége a bulinak. Nincs újrakezdés. Úgyhogy rohadtul figyelünk. Várjátok, kéne váltani. Mi egyet törgetjük a masinát. Kettes. A hármasba vagyunk. Jó. Szolidan, és balra, ugye azt beszéltük meg. Jézus Isten, Jézus Isten, Jézus Isten. Jézus Mári. Félek, bazza, komolyan. Jó fizika. De ez az út az... Az út az olyan szűk. Akkor mennyibe mehetek. Ugye te helyezkedsz el az ülésben, most jó, nagyon előre vagyok, nem látom rendesen a kilométer órát. Jaj, de félek. Bazi, ilyen dombon van ez az út, azt félek, hogy leburulok róla. Nem merek gyorsan, mert meg fogok halni. Megint az első részben. Meghalsz, felburulsz. Ugye nincs az, hogy visszaállítás, a jármű visszaállítás, összetöröd a verrát, nincs az, hogy most te ingyen visszajavíthatod. Ennek, itt tényleg úgy kell jelenet, hogy normálisan, hogy... Ne rögöljél meg lehetőleg, ne törjél össze mindent, mert nem lesz pénzed megcsinálni. Vagy szenvedhetsz, ért? Most én itt felborulok, nincs az, hogy visszaugratok, vagy ide pattanok, oda pattanok. Vissza kell gyalogolnom 10 kilométert. Ami egy kicsit hosszadalmas lenne. Mi ez, vonat? Vonat? Szórakozz, álljunk meg, bazze. Lassítsunk, vagy valamit csináljunk. Hát én félek. Régen nem volt vonat. Ez mi volt? Ez facán? Vagy mi volt? Most komolyan mondom. Na, valami Likubiku városába megyünk, ugye? Vagy Luklik, vagy nem tudom milyen. Visszavaltottunk kettesbe. Lope. Lopéba kéne mennünk, ugye? Végül van forgalom, úgyhogy arra is rohadtuk kéne figyelni. Gondolom, nagyon nem figyelnek ők ránk. Tettem egy hármast. Nem tudom mennyire megyünk. Szinte 70-80 körül. Nagyon para így belső nézetbe menni, ugye? Nincs külső nézet természetesen. Minden reális. Csúszik a Werda. Jaj, te Sanyi. Sör meg gurul ide-oda. Vásárnyi akarok menni. És akkor megint balra azt beszéltük, ugye? Ha csak nem lesz ilyen hurok, vagy micsoda. Hű, mi volt az árakat, te Isten. Na. Itt megint balra? Igen, itt az a hurok. Háromban elindul a Werda. Jó erőben van ez. Ha itt volt az a hurok, amit láttunk, akkor jó fele jövünk, és itt mi van? Itt csak házak.
Elvileg ezen megyek végig, akkor lopéba fogok jutni, ugye? Mi van, ha jön valami szembe? Ezt se tudok húzódni. Úristen, ez meg valami hit volt. Durván megy ez a verb, durván megy. Az. Mondjam, vasút is én. Szerintem, hogy nehogy elcsesztem, ott is egy ház. Ott ment a vonat. Gyerekek, itt komolyan marhára könnyen meg lehet halni, úgy látom. Van tükör, jó van, tudok ott is nézelődni. Szerintem ez elég veszélyes ez a játék. Azt a betyár, gyerekek, ez nagyon félelmetes volt, várjál ma. Milyen izé úttalan utak vannak itt, úristen. Várjál, ki kéne szállnom, te hülye. Bazd meg. Ahol nagyon beszartam, he. Ima ki. Azt a betyár. Nem tört össze semmi. Jó, ide visszatolatok. És akkor itt föl tudom táncszerni. Bazd, hogy beszartam, he. Csak esküszöm. Te meg mennyi ma arra odébb az anyád, úristen. Meg nyíljál ki! Azt. Na, tolatás, B. Beszartatok ti is. Gyerekek, ez nagyon nehéz lesz. Erre visszatolok. És akkor arra meg legurcsizunk. Egybe csak fölmegy. Fölre döntsön be azért, mert akkor itt végem van, nem lehet felállítani kézzel meg ilyen hülyeségek. Jó, ez itt nem megy föl. Visszagurulok. Ezt nem megyünk arra ott. Gyerekek, nem megy föl, hallod? Ami lendületet kéne venni. Ez szátsókerekes ez a bivaj verb, de úgy látom. Jó vagyunk. Féte... Mi a fasz? Mit ugrálsz te, öcsém? Valami megsérült? Ah, te Isten, ez nagyon para ez a játék, gyerekek. Valahogy nem jól ülök, vagy nem tudom, olyan furcsa. Mint ott félkeresztben menne ez az autó, vagy nem tudom. Kapod valamit? Ezt is javítani kell, vagy mi lesz majd? Jaj, ne. Az első úton összetöröm. Meg ilyen mocsár vagy mi van. Ott meg ott lesz a falu. Mi ez? Hely? Uh-huh. Várja, nincsen bolt. Ez egy autószerelő, mivel ezt látom. Gyerekek, itt nincs bolt, az biztos. Na most merre? Balra? Csak balra, nem? De miért ilyen puposan van ez az út? Nagyon félek. És már a szomjasak vagyunk. Az a gond, hogy attól parázok, ugye, hogy fölborulok. Mert ha nem is halok meg, mi a túrót tudok itt csinálni? Nincsen telefonom vagy valami, nem lehet hívni senkit.
Milyen utak, úristen, ilyen pupos szar. És itt jön valaki szembe, mit csinálsz? Nem is látok. Francot aggódok annyit. Menjünk ma. Hát éve nem tévedünk el, mert mindig jobbra kell majd visszafelvenni. Kihúzottam most. Na, házak, házak. Mi az? Ott egy ház. Ja, nincs, nincs, jó. Tévedtem. Ezeket a nagy köveket nézem be a házaknak. Ez nagyon para ez, gyerekek. El sem hiszitek, milyen izé szívás a vezetése. Mennyire ilyen... félelmetes. Nem tudom, hogy jó fele jövök, ez már nagyon gyanús. Sziklák vannak, úristen. Maradj az úton kívül, az a lényeg. Figyeld ma. Milyen hosszú út ez? Most kiúzatom, ezt nem érdekel. Úgy pattog. Na, de nem popázok, mert félek, komolyan. Hol a francban van a város? Nem érek el a városig, megőrülök. Hát jó fele jövök én? Mennyi van petankunk? Még mindig félig vagyunk, jó. Kis egy tanya, tanya, mindig csak ezek a kis házak, tanyák, meg ilyenek. Szerintem a jármű nem sérült meg egyébként. Szépen jól megy, ott is egy ház. Nekik itt jobbra leesnék. Na, ott is vannak házak, de van több ház is lehet. Hoppa! Ez. Ott egy templom, jó, megérkeztünk, jó vagyunk. Ne, ez meg valami mocsoros. Jó, megérkeztünk templomban. Valami faluszerűség, itt biztos van bolt. Csak nem, hogy az legyen, hogy be van zárva, mert akkor megvadul. Keeper, na ez mi ez a hely? Ki tudnék, fogom. Ki van írva? Perai Arvi... valami csoda. Na ez mi? Mi ez a hely? Ez sima faszi. Nincs a lámpa. De van. Templom. Sima ház. Pub. Kocsma. Figyelj, Tuningverda. Izé, rókának a... ott a benzinkút, és itt van, ez bold lesz? Várja. Meg tudom lekapcsolni a lámpát. Leveszem a gyújtást, talán jó lesz. Megállítottuk a Verdát? Aha, jó. Ah, jó van, ide értünk, szuper. És nem sérült meg, talán nem tettük tönkre. Ez nagyon cool ez a Verda, gyerek. Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaks tää mitään tehdä ja... mitä tää tulee tän promosan kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, mehän vittu jo. Mitä ja hättä ja hottu jo. No, valami jelvileg be lehet mutatni valahogy. Hogy írkö ezt? Mit csinálsz, bazd meg? Figyeld el! Hülye vagy, gyerek? Mit tölje, hot tölje, mennyi? Ez hülye. Rossz helyre álltam, mi? Jó van. Kemény vagy, Jani, de nem jó fele akarsz kijönni.
Te ne vagy elős semmi. Sanyi, várj, hogy kell bemutatni, bazzeg? Nem az ennem. Új, szátana! Új, sátana közben. Új, szátana! Megküle egy kürven szül. Ezt a passz! Ezt a passz! Tudod, tenne nehtetett a vittu szorvest, vittu, ma syötän sen szól. Júj, valami íző, beszélj, hogy valamit. Letugni a torkankon. Na várjál, van itt van valaki? Jó, nyitva van a port. Tervetuloa te, kun sinäkäs se vaan olitki. Mit basit ei järek? Hatolata. Mitä kyllä vordani ja mitä karok venni? Mi ez? Chips. Te ez meg mindig itt pörgeti a verdet. Fennyi az anyát? Csajába innen te üle. Ez mi? Autó most? Nyugtás tuo pupiaakasta ihan kohtani. Jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Micsoda bezára bót, bazd meg, gyorsan. Fáj, a motorolaj. Ja, be is üti. Aha, csak rá kell nyomni. Ez mi? Kettőté? Kettés verdánk van? Nem. Mindig vigyünk ilyet is. Proltó nem... Ilyen szíj az biztos kö. Jó, ne hellen tuas, te morges. 500-nál tartunk, hülye vagy? De ez meg itt bumogtatja verdáját. Ez mi? Fia van nyerőgép. Vigyünk valami kaját. Ó, oh, bír. Sör kéne. Meg valami kaja. Kobász. Pizza. Figyelj, tök mindegy mikor veszed meg. Később kell visszajönnöd, érted? 1400. Töltele, jó megcsináltad, bazd meg. Ki kéne ordani a cuccot? Hogy, hogy veszem abból ki a cuccot? Nem tudom, de most ez mi? Ez komolyan így? Ez itt a divat? Kiordom, töpakolok. Elment a faszi, hallod? Szerintem átment a kocsmába. Most szoda kéne hurcolni. Meg tankolok, meg ugye a kannába is rakok, akkor lehet, hogy a robogót tudom használni. Meg hát az ízét az autóba sincs, gondolom, Benya. Te ezek énekelnek a szomszéd helyiségbe. Mindjárt így szoka lesz. Nagyon szomjasak vagyunk. Nem tudok lopni. Ez most nincs idva ilyenkor. Ott, itt hagyott a tökömbe. De az a hülye gyerek, az még mindig itt rúgatja körbe. Nem tudok ezzel ilyenkor... Rakok be pénzt. Tétet emelünk. Lehet a... Ó, ó! Ezt a kettőt kéne tartani, nem lehet? Mi ez? Ez a jót nyert? Nagyon komoly. Na jó, pakoljunk be, basszus. Milyen sötétedik. Én meg a kannát azt kiveszem. Ez egy kicsit idegesítő, hogy mindenért ugye le kell hajolni. Ezt gondolom, ezt valahogy ki lehet bontani, most addig nem akarom. És összetörik? Most én így átdobálom.
No, nem. Nem tudom, míg vannak ebben a játékban, hogy nem tudnak el. Én nem hiszem, hogy busz. Lehetne busszal közlekedni, hallod? Gondolom ez az, hogy ha itt maradsz, vagy valami van, akkor busszal oda tudsz menni, de jó. Oké, hát ez így ömleszve van a sör. Jó, és akkor lehet, hogy iszok is egyet abból mondjuk, amelyik ott van. Jó, be is vagyunk bazdva. Ez vagy nagyon jó, két sörtől így be vagyunk szívva. Tudjuk be az ajtót? Tankolni kéne, nem? Legalább a kannába. Furgonban nem kell tankolni, vagy kell? Nézzük, hogyan működik ez. 98-as dízel. Gondolom akkor ebbe benzin kéne. És akkor ezt így. Miért nem jó? Nem engedi. És köszönöm, nem engedi, gyerekek. Mi a szor? F-fel. Bal gombbal. Mi a zárva van ilyenkor benzinkút is, vagy mi? Valaha jó. Nem engedi. Majd írjátok meg, gyerekek, hogy mi van. Nem akarok egyébként tutoriálokat nézni erről a játékról. Hanem inkább segítsetek, hogy a túróba kell csinálni mindent. Ha valami hülyeséget csinálok, majd megírjátok, jó? Na, zörögnek majd a sörös üvegek hazafelé. Jaj, az olaj! Aki fütyörészik, basz. Belézzünk a kocsmába majd. Ja, meg a tetőn van még egy. Oké, jó, ez így ahogy van. Na, annyit kellene csinálnom, benézek a kocsmába egyet. Nekem nem megy a motor, jó. Pub. Ja, hogy ez a kocsmáros is, ez a fúszer. Jaha, etkös näkin turtamaan sun päästä, mä oon hetkeksi eikä kahden paikka tämä vuolima loppujen lopuksi on. Kahvi. Mies beer. Vodka. Kaja is van. Nyomok egy kaját. És hát hozzá a szomszédból beszarok tényleg, ez nagyon izé. Ez nagyon szocreál. Hozzá már egy kávét is, haver! Áthozta, figyeld! Jó, és akkor ígyunk egy kávét. Fulltarol jön, haver? Nem hiszem. Király vagy. A fáradtságot leviszi, ígyunk még egyet. És itt csak alkoholt lehet hívni, most komoly. Hol a rádió, hol szól? Nagyon komoly, na jó, oké, húzzunk bele. Kicsit zomjasak vagyunk, de van izé, ugye. Arra szerintem marára kell figyelni, hogy például ne ugye üssenek. Finnektől tényleg ekkora izé van? Gettó falval az ulás. Jó, hátrahúzódok az ülésben, nem így, hanem így. Így köztesen? Így jó. Hát
Kicsit rá kell peckölni a gázpedálra, akkor indul verde. Jó. Kézifüket nem húztam be. Na jó van gyerekek, mehetünk. Hí! Elvileg arra, ugye? Jó. Nos, kacok, akkor húzzunk haza. És kaja pia van. Nem döglünk éhen. Talán nem is halunk meg útközben még. És még akkor annyit csinálunk, hogy... Remélem, hogy reggel hazajönünk, és akkor munkákat fogunk vállalni. Gyerek. Jobbra kormányzok, mint a barom, de nem akar arra menni. Ja, vállalunk munkákat, és akkor szerzünk egy kis pénzt, és a munkák közben meg akkor folyamatosan szereljük a verdát össze. Először lehet, hogy nem a motornak fogok nekiállni, hanem az olyan dolgoknak, amit ismerek, már mint ilyen kaszni vagy ilyesmi. És akkor talán az úgy jó lesz nekünk. Ja, a traktorba is ezért kell majd üzemanyagot hozni, mi? Nem egy kis pályás játék, én úgy érzem. Az a lényeg mindig jobbra, és akkor jó lesz nekünk, ugye. Ja. Megnézzük, elkezdünk szerelni. Nem tudom, a fáradtságot azt hogy tudom levinni, hogy tudok aludni egyáltalán? Hiába ittam meg két kávét, nem nagyon hat. Annyira azért próbálok ám haladni, azért kigyorsítok az egyenesekbe. Viszont meghalni nem akarunk. Nagyon könnyen elszabadul ez a verda. Kíváncsi leszek majd a nagy szippantós kocsira, hogy az hogy működik. Egyszerűen nem is tudom, hogy ez milyen lesz. A traktor azt gondolom, azzal nem fog kell szállni. Mondjuk a traktort nem tudom egyáltalán, hogy... A traktorral is ki kell jönnöm, ugye? Hát el kell vinnem majd a fát mindenkinek. Traktorral viszem, nem furgonnal. Ó, a traktorral is fogunk járni erre-arra. Úgy tudom egyébként, hogy most már van rendőr a játékban. De nem tudom, ezeket a földutakon ezeket valószínűleg nincs. Na, átrendeződött az izé rakomány. Csak izé dobott egyet a verdán itt a dolog. A kormány nem ártana ez a játékhoz. Gondolom fökenődök egy fára, instant halál. Nem akarok. Úgy érdeklődök. Most hány óra lehet éjszaka? Vagy még csak este? Szerintem még csak este. A betyár. Nem hiszitek el, hogy mennyire para. Nem tudom, ti is érzitek ezt. Én össze-vissza tekerem jobbra-balra a kormány mindig. Tényleg. És épp hogy meg tudom fogni, hogy nem döglünk meg. Azt úgy mondom, tekerem én jobbra-balra minden, de... Várja. Itt jobbra, ugye? Ó, jó van. Ma itt vagyunk. Félek mind a szar. Micsoda verda, itt egy autószerve miért. Gondolom zárva ilyenkor. Ha érjünk haza, hogy aztán stressz levezetésképpen nekiállunk autót szerelni egy picit, vagy nem tudom, gyerekek. Tíz van, bazd. Basszál ki velem, Mari. Menjél ki innen. Menjél ki. Azt a betyár, most kiszállok. Most hajnom kell. Ezt komolyan mondom, gyerekek.
Azt a betya. Beleugrottunk valami hülye tóba, de hogy a fúróba ugrottam mekkorát? Hogy sikerült ez? Azért nyomtam neki a gáz, mint az ő... Ja, itt, igen, itt. Ja, itt valami... Mi a szar? Hol van az út egyáltalán? Gyerekek, azért nyomtam neki a gáz, tovább mondom valahogy menjék ki innen, vagy valami csoda. Várj, ezt a... Most a szélvédőt meg kitörtük, de hát mindegy. Broken. Hát sajnálom. Elviszem, hát ha valamire jó lesz még. Bár nem hiszem. Azt a betyár. Féltetek mi? Én is féltem, azt hittem meghalunk. Ha mondom, itt vége lesz a bulinak. Gyerekek! Hey, hey, nincs behúzva a kézifék, gurulunk! Áh, meg! Hol van az út egyáltalán? Azt hogy csináltam? Bazen majd meghaltam itt. Remélem, jó fel kell, arra megyünk, mi? Oh, jó van, így jobban látni. Jó, hogy nem nyírjuk ki a verdát, úristen. Nagyon... Hát ez... Kanyarodjál, anyjár, kanyarodj vissza, 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 vissza arra. Ezt nem tudom, ezt lehet, hogy nem lehet kinyírni ezt. Nagyon szomjasok vagyunk, áh meg. Ja, egy dob ki elől. Nem látok a kezed, te hülye. Dob ki. Nagyon szomjasok voltunk. Nem tudom, amikor meghaltunk-e volna, vagy szomja halunk, vagy micsoda, mit csinál. Kell még egyet ídni. Vonat. Ígyunk egyet, gyerekek. Dobálja itt az üvegeket. Ez halálriad a játék. Szóval szerint én komolyan mondom, már full stressz vagyok. Szerelni akarok vagy valamit, mert én nekem ez mások erős. Az után tudjátok mit csinálunk, hogyha megint kell jönni kajáért, piáért. Izét fogok, megösszek mindent. És hogy ne kelljen sűrűn. Kiviszem a postaládát, hopp, 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 hopp. Gyerekek, lemegy az egyik oldalon ez a hülye furgon. Ez mi? Kereszteződés, hopp, 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 jobbra. Majdnem belénztem, tovább mentem volna. Visszakapcsolunk. Húzassuk. Föl. És itt is lesz egy vasút, ugye? Bazzus, itt, és ha eltévedek, mi a tökömet tudok csinálni? Iszonyat nagyok a távolságok. Remélem lesz itt egy vasút. Nem is emlékszik ilyen kanyarokra. Á, mi volt ez a kanyar, gyerekek? Nem hiszem el, megőrülök, meghalok. És most mi, kitört az egyik lámpám? Mert... Marhára csak egyik oldalt lát ez a csávó, vagy mi van? Mi ez a szűk látókörűség? Nem, szerintem nem, csak ilyen nagyon sötét van. Gondol, aki játszik ezzel a játékot, gondolja milyen béna vagyok, de hát... Most kb. Most játszok vele, nem tudom, még... Én nagyon keveset játszottam nagyon régen, és azóta meg semmit. Mi ez? Aha, itt igen, itt a kereszteződés. Jó, megvan, megvan. Szóltatunk. Hajnalodik, vagy mi van? Sötétedik? Most nem tudom már. Igen, és itt lesz a vasúti átkerő. Jól gondoltuk. Szerintem a vonatot meghallanám, mert előtt is ugye tök hangos volt.
Nem merek gyorsabb menni, bocsi. Jó, hogy a sör nem törik össze. Ha nem lenne egy üveggel se. Koncentrál, nagyon arra rakod. Komolyan mondom, nagyon koncentrálok. Örülnék neki a hajnalodna, de nem tudom, lehet, hogy még csak sötétedik. Ennek a járműnek a fizikája eszméletlenül durci, meg ráadásul ugye isszuk a sört, akkor még szédülünk is. Mondom, kihat a vezetésre. Vajon megúsztam a kérdéseket, azt hittem a sör van ott. Na. Itt tületek. Hazaértünk, ne mondd. Nem hiszem el, gyerekek. Isteni. Hazaértem. Azt persze nem látok kettőik. Hova kell befordulnom most? Megjöttünk, Marker! Gyerekek, ez maga volt a halál. Esküszöm. Szállja ki innen, vagy mi jöttök fel? Ilyen sörér van, hát hogy a tu... Nem látok kettőig, te. Te hallod, ez nagyon durva. Volt egy volt a garázsban egy zseblámpa. De hol a garázs? Bejöttem, jó? Te bazd, ne szórakozzál! Hol vagyok? Várjátok, kapcsoljuk be, szálljunk be a Verdába. Hol a Verda? Még valahol itt volt. Ez valami durva dolog. Nem látok semmit, várja. Mit láttunk? Ez mi? A gyűlés? Az, valamit csináljunk ezzel. Nincs, nem tudjuk följebb rakni. A... Miért tud francot? Gyerekek, valami villan... Mi volt ez? Ez a szar autó volt. Nem hiszem el, gyerekek. Ez ilyen nincs a világon. Nem szabad volna kiszállnom, bazd. Te hallod, ez... És nincs ebb lámpa, ilyesmi. Itt van a Verda, jó? Oké, beülünk. És megpróbáljuk elindítani. Hallod, ez nagyon durva! Nagy újtás. Azt is megy. Hú.
Meg kéne indítanom a motort. A gyerekek, aki nem, aki ízét akar. Mi volt ez, bazi? Aki úgy gondolja. Nem elég reális neki egy játék, az gyűjjön ezzel játszani. Hova van egy weblámpa, megkeressük. Ez nem lenne, most, nem, most itt lenne vége a pályafutásnak. Nincs itt izé, kapcsoló, itt villanykapcsoló? De van. Jó, oké. Innen már jó. Na. Lehet, hogy ezt ide lerakom. Valahol hova rakjam. Ki kell kapcsolom, mert még ez is kimerül. És a vizét is, akkor ezt a kocsit meg le kéne állítanom. Skacok, skacok. Itt van a gyerekek, itt van a izé. Ez a játék, ez a nem kis pálya. Ez nagyon-nagyon durva. Ez nagyon-nagyon durva. Ezt ajánlom mindenkinek most már. Kapcsoljuk fel villanyokat, és le se kapcsolom soha az életembe. Mi van itt, bazze? Korom sötét. És akkor még mondom, jövök, aztán nekiállunk szerelni, meg mit tudom én. Nincsen kinti világítás? Hát itt nem zavar az, hogy zseblámpa nélkül ekóricálsz, mert véged van. Nem, leülhetsz a földre, azt kereshet, vagy nézhetsz. Itt is kéne kapcsolónak lenni, nem? Itt is sötét van, na hol a kapcsoló ez? Ennek a kapcsolóját nem látom. Mindegy. Jó, valamit azért most már látok, így most már jó. Ezt visszarakom oda. Tudja mindig hol a helye, hallod? Mert elveszted, cseszheted. Érted? Nem úgy működik, hogy... Aj, be gyerekek, el is fáradtam, komolyan mondom. Nagyon szépen köszi a figyelmet, figyeljetek. Innen folytatjuk a következő részbe. Hát ez nagyon... Ez le a kalappa, ez nagyon durva ez a játék. Nagyon-nagyon para. Na! Megpróbálok egyet pisilni. Ja nem, az kilépne, ugye? Ah, tudok aludni, jó, akkor az jó lesz. Az jó lesz, csak ugye... igen. Szerintem azt csinálom, hogy... pisilok egyet és kilépek, és akkor köszi szépen a figyelmet, innen folytatjuk. Sziasztok!